Itt áruxáson a gyerekek nem nagyon szoktak unatkozni, hiszen mindenki talál magának elfoglaltságot. Lehet mazsorettezni, társas táncolni, néptáncolni, vagy zeneiskolai oktatásban részt venni. A múlt század elején épült iskola tantermei kiemelkedő informatikai felszereltségűek. Számomra áruxálás a hazát jelenti, mivel rengeteget utazom, mindig nagyon jó érzés hazajönni. Jászáruxállás idén ünnepli városreavatásának 25 éves évfordulóját, és az a megtiszteltetésért bennünket, hogy mi rendezhetjük meg a 22. Jászvilágtalálkozót a Jászok Egyesületével közösen. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a jászság története, jelene, jövője ide Jászáruxállásra július 8-án, 9-én és 10-én.